sportosat. Híradónk vendége Szilvási Erik, a pénzügyőr ese, U23-as birkózó világbajnoka. Szervusz, üdvözöllek! Persze. Tavaly már ugye már egy U23-as Európa bajnoki aranyérmet besöpörtél. Ezek szerint akkor úgy mentél ki erre a világbajnokságra, hogy neked mindenképpen érmet kell onnan hoznod? Hát persze, hogy úgy mentem ki, mert ugye utolsó éves U23-as vagyok, és a sikertelen EB után mégis akartam egy érmet. Szerencsére... Mert az ideire gondolsz. Igen, az idején nem úgy birkóztam, ahogy kellett volna, és úgy szerettem volna búcsúzni a korosztálytól, hogy igenis egy érmet hozok, és szerencsére a legfényesebbet el tudtam hozni. 85 kilóról beszélünk. Így. Ahogy elnézlek, még akár lejjebb is mehettél volna a súlycsoportba. Hát, nem vagy rosszul látom? Hát az kicsit rosszul. Lehet, hogy még nem szedtem vissza, de amúgy ilyen 92 kiló vagyok. Igen? Igen. A csupa izom akkor. Hát sajnos nem. Na. Sajnos azért nem. És szereted a nasit is? Hát persze. Mindent megeszek. Csak versenyre szoktam figyelni a súlyomra igazából. Ugye az idei EB-t nem úgy sikerült, hogy szeretted volna, jött a világbajnokság. Mikor érezted úgy, hogy elkaptad a fonalat? Melyik mérkőzésed után? Hát az első mérkőzésemben most a világbajnokságon nagyon megijedtem, mert reggel felkeltem, jó erőbe éreztem magam, állóképességleg is, szerintem a toppon voltam, de amikor elkezdődött a meccs, volt csomó olyan szituáció a meccsen, amikor éreztem, hogy meg tudnám csinálni az akciót, vagy össze tudnám fogni, de nem fogtam össze, mert nem voltam biztos magamban. És akkor azt nagy nehezen lehoztam, azt hiszem 2-1-re. 2-1-re hoztad le. 2-1-re hoztam le, és utána nem. Ez egy litván srác. Igen, volt. A litván srácon már mentem korábban is, 2014-ben, meg velünk is ezt szoktak edzőtáborozni. Ő utolsó éves egyébként? Ki tudja, mindegy. Szerintem egy éve fiatalabb nem, de nem vagyok benne biztos. Aha. És akkor ott egy kicsit megijedtem, de nem lehúztam magam, mint az EB-n, amikor kikaptam. Hogy hát itt nyertél mondjuk. Hát jó, de az a gond, hogy kinkeservesen nyertem, nem esett jól a birkózás, és akkor inkább taktikát váltottam, és próbáltam máshogy. Azaz, hogy eljött egy görög, akit ugye 2-0-ra nyert, megvertél. Igen, az a... Mi volt a taktikád akkor ott? Hát az, hogy megyek előre csak, és az intésekre megyek. Aha. És hogyha tényleg van egy olyan biztos helyzet, ahol meg tudom csinálni az akciót, akkor csináltam volna meg. Uh-huh. Aztán jött egy azeri, amit szorosan megint 3-2 arányban nyertél meg. Igen, de ott már sikerült egy akciót végrehajtanom, egy váldobást 2 pontért, utána levitt, akkor nem éreztem nagyon jól magam 2-2-nél. Mit érezted? Na, mi volt akkor úgy fejedben? Hát, hogy ebből nem tudom, mi lesz. Aztán elmentünk a szünetre, ugye 2-2-en, nála volt a vezetés, és akkor a Kliment László és a Lévai Zoltán mondta, hogy itt most végig kell menni. Meg kell szerezni az intést, abból megadják a pontot, és akkor végig kell menni. Mondom, jó. És mit mondhatsz, ugye? Igen, visszamentünk, és megszereztem ugye az intés pontot, 3-2-re vezettem, és akkor kinéztem az időre, és ami, nem is tudom, 4-20 volt. Ott majdnem elhagyott az erő, hogy még ennyi van hátra, és ezt ki kell bírjam, de úgy voltam vele, hogyha ezt kibírom, akkor most bármit. Hogyha ezt a meccset megnyerem, akkor a világbajnokságot is megfogom. Mert egyébként ez bejött, mert utána ugye 3-0-ra még nyertél egyet, majd a döntőt is 4-0-ra nyerted, tehát utána már senki nem csinált rajtad pontot. Honnan tudtad, hogy ezen az azeri meccsen múlik hát minden? Mert ez akkora skalp volt a számomra, ugye... Mert ő? Hát ő nyert junior EB-t, VB-t, szerintem nem is egyszer, meg tényleg a kellemetlen birkózók közé tartozik, és már felnőtt viszonylatban is oda tud érni. És azután a meccs után olyan magabiztos lettem, fejében úgy összeraktam magam, hogy mondom, itt most nem állíthat meg senki. Meg fogom nyerni ezt a világbajnokságot. Akkor te már nem is volt semmi, ugye? Szőnyegen, tehát nem bizonytalanodtál el. Nem voltam bizonytalan. Egyáltalán.
aztán ugye ez a döntő 4-0, az már nagyon simának tűnik. A többi eredményekhez képest ez volt a legsimább, ha a számokat vesszük. Valóban a maga birkózás is úgy, ez volt a legsimább győzelem, a döntő? Hát igen, a legsimább az, hát a legsimább az, az a döntő volt. Igen. Nem nyomasztott? Hogy ilyen sima? Nem, hogy a világbajnoki aranyért mész, tehát... Nem, nem, hát ha úgy veszük, nekem azért volt egy kis rutinom, nem nagy. Mm-hmm. Én azért fel tudtam valamilyen szinten dolgozni ezt, hogy most tényleg itt vagyok egy döntőbe, és most az aranyéremért megyek, nem fogok az ezüstéremmel megelégedni. Mm-hmm. Ez az eri skalp, ez volt a vízválasztó akkor. Hát igen, az annak nagyon örültem. Hány éve birkózol? 11. És hogy mindig kell neked egy ilyen skalp, hogy elhidd magadról, hogy te bárkit meg tudsz verni a korosztályodban? Hát ezek szerint kellett. Hát vagyis inkább abban a formában kellett. Az első két meccsemen, mondom, azért kicsit meg voltam ijedve, de amikor megvertem az Azerit, akkor mondom, hogy tényleg. Akkor lehet, hogy rosszul éreztem valamit. Még sem voltál azért olyan rossz formában akkor, hogy... És hogy tudtad kivédekezni, ugye gyorsan ugye 3-2-re vezette az erre, elmondod, hogy még 4-20-on valamennyi volt hátra, most 4-20-on annyi mutatott az óra. 4-20-nál voltunk, vagy 4-30-nál. Hogy tudtad? Hát úgy tudtam kivédekezni, hogy tovább mentem előre. Végig. Végig azt a 3 percet, azt végig előre, muszáj volt előre menjek, mert visszaadták volna. Uh-huh. Szerintem az ilyen utolsó fél percben vettem vissza, mert akkor már általában nem szokták visszaadni az intést a bíró. Igen? Igen. De az egy rizikó, nem? Hogy most akkor visszaveszek, mert már nem szokták, tehát ez... Ja, nem, hát itt biztos, hogy nem szokták. Igen? Ilyen fél percnél már nem nagyon. Aha. De hogyha nagyon látványosan megy hátra az ellenfél, akkor persze, de... Erik, tudod-e, hogy a pénzgyűjeresének ezzel sporttörténetet írtatok? Ugye hát a klubnak ti vagytok, te vagy az első világbajnok, és ugye a klubtársa, azért beszélek többet számára, meg második lett. Tehát így most sporttörténetet írtatok duplán. Hogy kerültél a pénzgyűjöreséhez? Hát én ugye Csepelen kezdtem, de ott oda még lesó voltam igazolva, hanem egy 3 hónapot birkóztam ott. Utána volt valami az edzők között valami kis viszály, akkor kiváltunk. Én Gulyás Zoltán és Hajdú Imrével mentem tovább, akkor ő megalapult a Csabi, Csepeli Amatőr Birkózóiskola 2008-ban, és ha jól tudom, akkor 2014-ben lettünk pénzügyőrese, de ebben nem vagyok. De akkor maradtál biztos. Az edzőkkel. Igen, én végig itt maradtam. Aha. És miért kezdtél el birkózni? Hát fociztam elsőnek. Uh-huh. És? Hát aztán apám kijött egy meccsre, és akkor mondta, jó van, ezt hagyjuk, és akkor... Hány éves voltál akkor? Akkor 9, 10, és utána levitt boxolni, az nem tetszett, egy fél év után abba hagytam, és akkor ott maradtam a birkózó szőnyegen. Uh-huh. Az rögtön megfogott egyébként, vagy ott is el kellett tenni egy jó pár időnek, hétnek, hónapnak, hogy ráérezzél a birkózásra? Vagy ez az, ami a te sportágad? Nem, az megtetszett egyből. Egyből? Aha. Igen. És miért nem szabad fogás? Hát már az nem megy annyira. Abban nem vagyok olyan jó. Kötött az jobban? Igen, igen, az nekem jobban fekszik. Hány utánpótlás versenyen, világversenyen voltál eddig? Minden korosztályban leszámítva. Most az per kb. 4 vagy 5. Világversenyen voltam, igen. És abból hányból hoztál érvet? Hát, hogyha az egyetemi VB-t is beleszámítjuk, akkor 3 világversenyről. De akkor inkább 6 világversenyen voltam. Tehát a feléről mindenképpen akkor éremmel jöttél haza. Igen. Hát 16-ban hoztam az első érmemet, ugye az U23-as Európa-bajnokságról. És utána év végén, október vagy november volt az egyetemi világbajnokság, onnan is érmet hoztam. Most 17-ben az Európa-bajnokság az nem sikerült, és most hoztam a 3. érmemet. Mikor érezted úgy, hogy eredményes lehetsz? Hány éves korodban? Mikor jött el úgy az a pillanat, hogy még több energiát fogsz belefektetni a birkózásba, mert érzed azt, hogy megéri?
Ja nem, hát végig rengeteg energiát fektettem bele, csak nem jött ki. De mikor érezted, hogy? Hát én 2015 év végén kim voltunk Iránba, és akkor tök jó meccseket mentem jó emberekkel. Igaz, legtöbbször kikaptam, de tényleg megálltam a lábamon. Azelőtt egy évvel meg kidobáltak a teremből Iránba. Aztán volt a 16-ban az EB előtt egy nemzetközi verseny, egy U23-as korosztálynak, és azt megnyertem. Ott nagyon jól birkóztam, és jó embereket vertem meg. A török junior világbajnokot az elődöntőben megvertem, meg azt hiszem kadett EB-n volt ez is térmes a bulgár, őt meg a döntőbe vertem meg. Akkor igazából te mostanra értél meg az elmúlt egy-két évben? Hát igen, mondhatjuk. Csak hát ugye most már kiöregettél az U23-asból, most jön a neheze. Hát igen. Hogy vágsz neki 2018-nak, hiszen most már a felnőtt között kellene, ráadásul 85 kg-ban, ugye? Hát igen. Hát, mesélj, hogy tervezed a jövőt. Hát úgy tervezem, hogy én szeretnék lenni 85 kg-os válogatott, de ez nehéz lesz, ez nagyon nehéz. Igen, csak most már ugye nincs az, hogy akkor elindulok az U23-ason, addig még bele, most már ugye nincs. Ja, de nem is baj igazából, mert most már csak a felnőtt korosztályra kell koncentráljak. Jó, csak hogyha nem, vagy első számú, akkor nem vagy sehol. Hát sajnos ez így van. Nem tudsz visszajátszani, úgymond. Hát igen, ez így van. Ez a kemény lesz, nem? Hát ez nagyon kemény lesz. Tehát inkább pszichésen esetleg feldolgozni. 85 kilóban kikkel kell megküzdened az egyes számú? Hát Lőrinc Viktor, ugye? Most idén nyerte meg az Európa-bajnokságot, meg már stabilan nő egy pár éve, 85 kg-ban a válogatott. Aztán, hát persze vannak fiatalabbak, ott van Papp Bertalan. Így ennyit tudok mondani, de a Viktor a nagy vízválasztó. Hogyha őt megnyerem, akkor már nemzetközi szinten is, akkor mondhatom, hogy ott vagyok az elitben. Hú, jó magasra tetted a lécet. A kemény feladat vár rád. Hát nem én tettem magasra. Ebben a súlycsoportban maradtam most, igen, most nem tudok. Azt szokták mondani itt a birkózók általában, hogy ennek örülnek, mert így akkor tudja az, hogy világszínvonalú birkózó lesz belőle, hogy egy ilyen világszínvonalú betétársa van itthon. Valóban ez egy ilyen öröm? Hát... Azért egyik szemesi, a másik nemet. Azért örülök is neki, meg nem is, de azért lehetne egy kicsit könnyebb feladatom. Azért örülnek neki egy kicsit. Kövérem, a válogatókon már találkoztok? Persze, minden évben. Most már kötelező jelleggel, most már. Igen, minden évben találkozunk. És? Ne is kérdezzem az eredményt, ugye? Hát, eddig csak oda. Majd reméljük, hogy változik. Nagy a különbség? Hát fizikálisan nagyon nagy. Meg hát azért rutin. Erős nagyon? Hát eléggé. Nagyon erős. De hát majd az edzőtáborról megerősödsz te is. Hát arra várok. Csak mikor? Na már felnőttekkel edzel, már régóta, nem? Igen, két év azt hiszem. Azért mondom, tehát ugyanazt a munkát végzett te is, nem? Persze. Csak nem érzed, hogy még hát jobban meg kellene hajtani téged? Még több munkát kellene rátenni? Hát azért több munkát már azon, hogy lehet nem bírnék el, meg már senki. Hát egyszer csak kifejlődök valahogy, felnövök. Jó, ilyenkor az ember úgy szokott taktikázni, hogy jó. Létező fel, genetikailag erősebb, mint én. Akkor azt keresi az ember, hogy hol a gyenge pontja. Mert valahol mindig mindenkinek van egy gyenge pontja. Hát igen. Viktornak van egy gyenge pontja, egyáltalán találtál-e? Akár úgy csak fejben egyelőre. Hát... Próbáltad-e már kisakkozni? Hát persze, próbáltam. Már annyiféle variáció végigfutott az agyamon, de az a gond, hogy szerintem még kéne egy kis erő hozzá, hogy azt a gyenge pontot megtaláljam.
Felkészülésed marad ugyanúgy, válogatott mellett. Mennyit vagy a klubba a Pénzügyőrben egyébként? Mennyit edzel? Nem sokat, nem szinte sokat. Semmit. Tehát tulajdonképpen válogatottal együtt készülsz, tehát válogatottal készülsz folyamatosan? Igen, mert amikor ugye vannak a ilyen klubhetek, amikor van pihenő, akkor általában a klubba vagyunk, de ugyanúgy a kölcsönrugba szoktam bejárni, mert a klubba nem tudok kivel edzeni. Igen, igen. Nincs mi edzőpartnerem. Viktornak meg jó vagy edzőpartnernek. Hát jó vagyok. Akkor érdekes. Hány év különbség van kettőtök között? 4, azt hiszem. Akkor nem is annyira sok vagy. Ez mennyiek számít? Soknak, kevésnek? Hát azért ebben a korban már annyi... Tehát azért kérdezem csak, hogy mennyire lehet kivárásra játszani? Hogy megvárom, hogy kiöregszik. Hát csúnya szóval. Azt azért nem szeretném megvárni. Hát erre nem akarok játszani, hogy ki fog öregedni. Igen, mert neked addig, mert meg kell élni. Igen, meg itt lesz a tokiói olimpia. Most azt megvárom, utána még várok még 4 évet, aztán jön valami fiatalabb. Hát igen. Szóval ilyenre nem akarok játszani. Nem vagy könnyű helyzetben. Az képest, hogy U23-as világbajnok vagy, nagyon rossz helyzetben vagy, azt veszük a... Nem? Hát még igen. Egyébként mit csinálsz, ha nem birkózol? Mivel foglalkozol? Egyedül élsz, családod? Nem, még otthon lakok. Igazából... Pesti vagy? Persze. Szentlőrinci. Hát igazából semmit nem örülök, hogyha otthon vagyok egy kicsit, és tudok pihenni. Hobbid, akkor nincs semmi, horgászás, nincs. Ilyesmi. Nincs. Nem mentél a repkáikkal egyszer se horgászni? Nem. Inkább ott tudok elmegyek. Lőrincék, ők is járnak, nem? Ja, tudom, persze. De nem mész horgászni. Inkább elmegyek szórakozni a barátaimmal. Vagy egy mozi. Más nem olyan ilyen hobbim nincs, hogy szívesen csinálnék bármit is a szabadidőn. Nincs lovad, nincs kutyád. De kutyám van. Van kutyád? Például. Na, milyen? Jack Russell terrier. És megismert téged? Persze. Persze, most elég sok időt voltam otthon, azért most egy 2,5 napig nem voltak edzőtáborok. Szóval most már megismer. Mikor kezdődnek az edzőtáborok? December 4-én kezdünk. Ha jól tudom, akkor Tatán. Hát akkor hamarosan. Igen. Belevágtok. Külföldre csapathoz tudod CB-ken össze-vissza birkózgatni? Hívtak-e, hívnak-e, hívnának, mennél-e? A Bundesligára gondol? Hát van csapatom, csak még egyszer nem voltam kint, mert ugye idéntől lépett be ez a Superliga, vagy Extraliga. Az első osztály felett ez egy ilyen külön liga, és akkor mondták sokan, meg az UVV is, hogy nem mehetnek ki a versenyzők, akik ott vannak, mert nincs ez a liga elfogadva, azt hiszem. És akkor lehet, hogy lehet ebből eltiltás, meg innen, és a... Tehát, hogy nem tiszták a viszonyok, a jogi viszonyok. Aha. És akkor most még lenne 4 meccsem, most nem fogom azt megkockáztatni, hogy esetleg akkor az UVV fog tiltani az UVV esenyekről. Aha, hát persze, egyértelmű. Az egy fejelés nyoma, amit a szemöldöködöm? Igen, ez a második meccsen történt a görög ellen. Onnantól meg folyamatosan jobban szétnyílt, mint meccsről meccsre. De az nem zavart, vagy zavart? Ja, nem. Nem zavart. Hozzá vagy szokva. Hát, ha nem is, de ilyenkor nem ezzel foglalkozik az ember. Döntőben? Ott sem. Addigra már berendeződött valamennyire a vérzés, hogy... Hát folyamatosan vérzett. Mindig valahogy oda kellett tennem a fejem, akkor kicsit megfejelték, akkor megint elkezdett vérezni, megint szétnyílt. De nem volt olyan sportszeretlen, akkor egyik sem, aki rájátszott, direkt arra ment volna, hogy te sérült fejedet. Nem, már volt erre példa a sport. Persze, de... Itt most sportszerű volt mindenki akkor. Hát csak a görögnek. Na, miért? Hát azért csak lefejel. De összeándékosan, vagy véletlenül? Nem, szerintem azért benne volt egy kicsit, hogy igen? Kapjak egyet.
Ilyenek ezek a görögök? Harcosak? Nem csak ez a görögem, mert mentem már egy párszor, és mindig ilyen meccsünk volt, ilyen kinkeserves. Ah, ilyen kiki meccs. Igen, ilyen mindig megvertem, de nagy nehezen. Na most ez a azeri, ez most következő alkalommal már fenni fogja rád a fagát? Hát biztos. Hát nem, ugyanúgy nem nyugodtan fogok felmenni ellen a szőnyegre, hogyha megint összekerülünk, hanem azt tudom, hogy egy olyan más lesz, hogy tényleg, hogy lehet, hogy elájulok a szőnyegen. Majd a döntőbe összekerültök, az jó lenne, nem? Jó lenne. Elégedett vagy egyébként eddigi pályafutásoddal? Tehát, hogy érzed? Van benned hiányérzet? Jó úton haladsz? Nincs bennem hiányérzet. Most, most ez egy jó visszaigazolás volt, hogy érdemes ezt csinálni. Jó úton járok, szóval nincs bennem hiányérzet. Még az EB-ről se olyan nem sikerült. Felnőtt Európa-bajnokság, ugye? Szeretnél oda kijutni? Hát persze, ez a következő lépcsőfok, hogy egy felnőtt világversenyen részt vegyek. Hát nagyon szeretnék kijönni, persze. Ahhoz mit kell tenned? Lehet így tudni egyébként, hogy a válogatási évre gondolok itt. Legyőzni a Viktort. Az oké, na de hol, hogyan, mikor, hányszor? Tehát van-e valamilyen támpontja a versenyzőnek, hogy tudjam azt, hogy mikor mit kell érnem ahhoz, hogy én kerülhessek a megfelelő pozícióba? Ugye vannak válogató versenyek itthon. Azokon, hogyha X-re áll a két fél, akkor szoktak lenni nemzetközi versenyek. Mikor lesznek a válogatók? Már indul, már márciusban vagy? Nem, már, nem márciusban már az Európa-bajnokságban, azt hiszem. Igen? Már január végén van egy, van az első, azt hiszem. A többi nem tudom, még nem néztem meg a versenynaptárát. Vagy készülsz Viktor ellen? Nem, most nem így kell készülni, hogy versenynaptárt nézegetem. Készülök. Meg kell is nagyod, ezen napon kész, ketté töröm. Hát persze. Hát akkor nincs sok időd felkészülni, ha az, hogy az EB-n ott legyél. Hát nincs. Most nincs ezt első. A pár napot mivel töltöd? Pihenéssel. Csak pihenés? Csak pihenek. Semmi más? Nem is akarok nagyon a birkózó szőnyek közelébe menni. Elég volt most egy kicsit. És negyedikén megkezdődik akkor a felkészülés. Igen, és pont az alapozásba csúsztunk bele, szóval. Ez elég kemény lesz, ez a kis idő. De hát ilyenkor gondolj arra, amikor kemény az alapozás, hogy ez milyen kemény a szőnyegen kibírni a hátra lévő 2-3 percet, mikor vezetsz is. Hát ja, az biztos, hogy jól jöttek azok a nehéz idők. Erik, kitartás. Köszönöm. Ha eddig összejött, mindenkor később is össze fog jönni, csak reméljük. Dolgozni kell. Reméljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. További sportosat.